Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 ezer hektáron vetettek kalászosokat, amelyeknek az aratása befejeződött. Őszi árpából 7100 tonnás, az őszi búzából 126 ezer tonnás termést takarítottak be a gazdálkodók. A termés átlag hasonló az előző évihez, viszont a minőség átlagon felüli az idén. Ez egy közepes termésnek mondható, hogy közepestől egy kicsivel több, magasabb a mi megyénkben. Az országos átlag is e körül van ilyen tavaly, vagy sok helyen nem ért el a tavalyi termést. Nálunk a búzának a minősége kiemelten magasra sikeredett most. A korábbi fajtákból jó termés átlagok voltak, akár a 70 vagy a 80 mázsát is elérte, a későbbi fajták a nagy szárazság miatt már ezek ilyen 40 mázsak körülre estek vissza. A búza mellett jelentős a vetés területe a tritikálénak is, amelyet elsősorban takarmánynak termesztenek. A 13 ezer hektáros területről 47 ezer tonnát takarítottak be, ami szintén jónak mondható. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy a malmok már érdeklődnek az idei jó minőségű búza iránt, és jelenleg 5100 forintot kínálnak érte, ami magasabb az előző évi árakhoz képest. Ez ilyen 5100 forint körül van most. Én úgy gondolom, hogy ilyen aratás alig befejezése után ez jónak mondható. Jelenleg még lekötések nem történtek, meg azok hangzottak itt a bizottság ülésen, de a malmok részéről nagy az érdeklődés. A titikálé ára is ilyen 4200-4500 forint körül van. Én úgy gondolom, hogy ez magasabb, mint az átlagostól. Az aratást követően a szalma betakarítása is a végéhez közeledik. Ezután fontos, hogy mindenütt megtörténjen a tarlóhántás, amely segíti a jó minőségű talajállapot kialakítását és a talajban lévő nedvesség megőrzését.